Pályázat, támogatás igényelhető a Humán Politikai Bizottságnál, határidő március 16-áig kell befizetni a gépjárműadó első részletét, fórum a stratégiát ismertette a VOSZ Szekszárdon. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Fiatal, szakképzett pályakezdőknek írt ki pályázatot Paksváros önkormányzatának Humán Politikai Bizottsága. A pályázat célja egyszeri pénzintézet útján felhasználható, vissza nem térítendő helyi támogatás nyújtása, lakás, családi ház, illetve építési telek vásárlására, vagy lakás, családi ház építésére. A dokumentumok beérkezésének határideje 2023. április 5-e 16 óra. Minden évben kiírja a fiatal, szakképzett pályakezdők számára pályázatát Paksváros önkormányzatának Humán Politikai Bizottsága. A részletes felhívás és a nyomtatványok már elérhetőek a paks.hu oldalon. Pályázni lehet azoknak a lakosoknak, akik még nem érték el a 40. életévüket, illetve Pakson vállalnak munkát, illetve Pakson dolgoznak. A pályázati kiírás megtalálható Paksváros honlapján, és az összes dokumentum benyújtásával válik érvényessé a pályázat. Ez a támogatás pénzintézeten keresztül egyszeri alkalommal igénybe vehető támogatás, amit családi ház, lakás vásárlására, telekvásárlásra és azon való építkezésre lehet felhasználni. A formanyomtatványok a paks.hu oldalon kívül beszerezhetőek személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal intézmény fenntartó csoportjánál is. A 11 millió 250 ezer forintot a pályázók között fogjuk elosztani. Elsődlegesen támogatjuk azokat, akik most szeretnének először lakást venni, és nem lakást cserélni. A dokumentumokat személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal intézmény fenntartó csoportjánál vagy postai úton lehet benyújtani, amelynek határideje 2023. április 5-e 16 óra. A pályázatokat a bizottság legkésőbb április 15-ig elbírálja, és a bírálatot követő 5 munkanapon belül minden pályázó részére írásos értesítést küld. Újabb mérföldkő a hídépítésben, helyére került a balparti ártéri híd felszerkezete a Kalocsa és Paks között épülő új Dunahídon. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában a Duna Aszfalt ZRT kivitelezésével megközelítőleg 1 kilométeres, 3 részből álló híd épül, a hazai jelenlegi legnagyobb híd beruházásként. A legelőre haladottabb állapotban lévő pilon az aktuális vízszinthez képest már 37 méter magasra nyúlik, tette közzé a magyarépítők.hu. Kevesebb mint egy hét maradt, a gépjárműadó első részletét március 16-áig kell befizetni. Az adó mértékéről a hatóság értesítést küld az autósoknak. Az iratokat elektronikusan vagy postán kapják meg a gépjármű tulajdonosok. A dokumentumok kiküldése folyamatos. A hatóság nem számít fel pótlékot, ha valaki amiatt nem tudja befizetni az összeget, mert késve kapja meg a hatósági iratát, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Február közepe óta érkeznek az autósok elektronikus tárhelyeire a gépjármű adóval kapcsolatos értesítések a Nemzeti Adó és Vámhivataltól. Határozatot azok kapnak, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjármű adójuk. A többieknek emlékeztető értesítést küld a hatóság, vagy elektronikusan, vagy postai úton. Folyamatos a kiküldése az iratoknak, tehát nem kell megijedni akkor sem, hogyha valaki még nem kapott semmit, mert az első részletig ugye nagy valószínűséggel megkapja, hogyha nem, akkor természetesen akinek majd késve megy ki az irat, és emiatt nem tudja befizetni határidőben az összeget, ugye akkor természetesen nem fog ez késedelmi pótlékolódni. Tehát nem kell megijedni, mert még ugye az első részlet befizetési határideje majd március 16, és addig valószínűleg mindenki megkapja majd az iratot. A gépjármű adó első részletét március 16-áig, a másodikat szeptember 15-éig kell befizetni a hatóság számlájára. A NAV applikációjában, a NAV mobilban bárki megnézheti, mennyit kell fizetnie, ha van elektronikus azonosítása. Fontos odafigyelni arra, hogyha valaki átutal, akkor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közleményrovatban, mert ha ez nem történik meg, akkor az adóhivatal nem, vagy pedig csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Legegyszerűbben a gépjárműadó befizetése a NAV mobil applikációjában történhet a gépjárműadó menüpontban,
vagy pedig a NAV ügyintéző felületén az ügyfélportálon keresztül. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést. A többi autós a banki átutalás és mobil applikációs megoldás mellett csekken vagy az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító A-rendszeren keresztül is befizetheti adóját. Ha valaki levelet szeretne írni az adóhivatalnak a gépjárműadóval, vagy a kapott értesítéssel, vagy határozattal kapcsolatban, kérjük, hogy az e-papíron tegye meg, amit a NAV honlapján a Keressen minket menüponton belül talál, vagy pedig postai úton küldje el levelét, mert az igazgatóság központi e-mail címére érkező leveleket a beazonosíthatóság hiánya miatt nem tudjuk kezelni, nem tudjuk elfogadni. A tárhelyre érkező fontos információkat tartalmazó iratot a tartós tárba kell helyezni, ellenkező esetben 30 nap után törlődik. Fórumot tartott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szekszárdon. Az idén januárban elfogadott 5 éves stratégiát Eppel János ismertette. A VOSZ elnöke kiemelte, a szövetség küldetése változatlan, cél az, hogy folytatódjon az alapítók missziója, vagyis hogy támogassák a magyar vállalkozók, munkaadók tevékenységét, napi működését, fejlesztési terveit. Szekszárdon tartotta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az országos eseménysorozat következő rendezvényét. A márciusban zajló vállalkozói találkozó célja, hogy a VOSZ tájékoztatást adjon az idei 35 éves jubileumi évben induló 5 éves stratégiájáról és cselekvési programjáról. A stratégia lényege igazából az, hogy a 35 éves VOSZ szervezetet belülről dinamizáljuk, aktivizáljuk, a meglévő tudást, a meglévő tapasztalatot és a meglévő anyagi forrásainkat használjuk fel hatékonyabban, legyen egy erősebb szervezet, és a 3 fő tevékenységében, a magyar vállalkozások érdekében, az érdekképviseletben, a szolgáltatásokban és a vállalkozás fejlesztésben legyen erősebb, hatékonyabb. Eppel János, a VOSZ elnöke, a stratégia kapcsán a jövőbeni tervekről is beszélt, kiemelte, hogy a 35 éves jubileumot követően bővíteni kívánják az érdekképviseletet. Jelenleg 28 ezer regisztrált taggal rendelkezünk, 65 ezer a társult szervezetekkel együtt. Szeretnénk egyen a következő 3-4 évben 30-40%-os növekedést elérni mind a két területen. És nem csak a tagok létszámát, hanem a tagok minőségét is. Szeretnénk példamutató, innovatív, progresszív cégeket, vállalkozásokat bevonni a VOSZ körébe. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége minden évben a Prima díjjal ismeri el azok munkáját, akik kiemelkedőt alkottak. A VOSZ Tolna vármegyei elnöke szerint a díjazottak sorát tekintve van mire büszkének lenni. Kinőttük magunkat, és tavaly 2 tartottunk, hiszen a pandémia miatt elmaradt évet is behoztuk, és nagyon nagy sikere volt, teltházzal működtünk a műfházban, és ezt továbbra is szeretnénk, nagyon várják az emberek, nagyon örülnek, hogyha díjat kapnak, hiszen a vállalkozásokat rajtunk kívül senki nem díjazza. A jubileum kapcsán nagyobb aktivitással, kommunikációját is új alapokra helyezi a szövetség. Az eseményen elhangzott, hogy ez a folyamat a tavaly elfogadott megújult arculattal kezdődött. A VOSZ kommunikációs ügynökségének vezetője elmondta, az idei évtől aktívabb, a mai trendekhez igazodó, a klasszikus média felületeken való megjelenésen kívül az online és közösségi média felületeken történő erőteljesebb jelenlét jellemzi az érdekképviselet kommunikációját. Jótékonysági gálaműsort szervez a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola. Segítsünk együtt címmel március 16-án a Csengei Dénes Kulturális Központba várják a közönséget. A műsor bevételét a 4 éves Kajdacsi Deák Laura gyógykezelésére ajánlják fel. A Művészeti Iskola jótékonysági akcióját támogatja a Csurgó Zenekar is, akik koncertet adnak az eseményen. A rendezvényre a jegyek 2000 forintos áron vásárolhatók meg. A műsor végén a bevételt át is adják Laura családjának. Hip-hop stílusú műsort adtak elő a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola növendékei elmúlt évi tanévzárójukon. A tánccal most jótékonysági célokat szolgálnak. Március 16-án, 16 órától Segítsünk Együtt címmel gála műsort adnak Deák Laura 4 éves Kajdacsi kislányjavára a Csengei Dénes Kulturális Központban. A kislány egy súlyos betegségben szenved,
és az állapotának a jobbításáért egy műtétet terveznek Barcelonában, és ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni. Baráti kötelékek fűznek a kislány nagynénikéjéhez egyébként. Érintettként még fontosabbnak gondolja Iker Józsefné a segítséget, amellett, hogy minden kisgyermek sorsát szívén viseli. A rendezvényen az iskola növendékei a hip-hop táncosokon kívül a balerinák, néptáncosok és népi énekesek lépnek fel, és koncertet ad a Csurgó zenekar. A kollégáink, illetve a Csengedénes Kulturális Központ, ahol az esemény történik majd, ők szedik a támogató jegynek az összegét, 2000 forintba kerül majd egy fő részére a belépőjegy vagy támogatói jegy, illetve aki szeretne többet venni ebből a támogatói jegyből, azt is megteheti. A rendezvény végén összegzik a bevételt, majd még a helyszínen át is adják Laura családjának. Meccsjáratot indít a bajnoki mérkőzésre a Paksi Közlekedési Kft. A MOL Fehérvár FC csapata érkezik a Fehérvári úti stadionba március 11-én szombaton. A 17 órakor kezdődő meccs előtt megközelítőleg fél órával a stadionhoz érkezik a járat, amely a Gesztenyés utcáról indul, és a várost bejárva összeszedi és a helyszínre szállítja a szurkolókat. A buszra minden megállóhelyen fel lehet szállni, leszállni azonban csak a végállomáson lehet. A részletes menetrend elérhető a paksbusz.hu oldalon. Pénteken este erőteljes gomoly felhőképződés várható, majd késő estétől erősen felhős vagy borult lesz az ég. Zápor, zivatar több helyen is előfordulhat, utóbbiakat jégeső is kísérheti. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Szombaton napközben csökken a felhőzet, majd felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9-13 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!